Bogdán Árpáddal majdnem teljesen autodidakta színész, festő és költő, most első filmjének bemutatójára készül. A film főhőse egy roma fiú, aki nevelő otthonban nőtt föl, és most a boldog új életet próbálja megélni, megtapasztalni, megérteni. Ez a fiú, ő maga is lehetne. Vajon mit jelent szögletek közt felnőni? Vajon milyen lehet állandó zsúfoltságban magányosnak lenni? Vagy milyen a mindenki által ismert valósággal fiatal felnőttként megismerkedni először? Bizarr, bizarr. Nem is csoda, hogy ezt a sok-sok tartalmat annyi művészeti ágban próbálja meg kifejezni. Bogdán Árpád következik, és szemelvények az ő Göncz Árpád által József Attilai életútnak nevezett valójából. Ez az Abszolút, a Magyar Televízió kulturális portréműsora. Melyik volt az első művészeti ág, ami kínálta magát, hogy rajta keresztül beszélj? Hát az első a vers volt természetesen. De még előtte volt egy verbális próbálkozás, a mesemondás. Ilyen szereplős gyerek voltál? Képzeld el, én szerintem úgy nem. Nem, de volt egyetlen egy dolog, ami engem nagyon izgatott, az pedig a mesemondás. Tehát, hogy... Miért? Hát érdekeltek eleve azok a szereplők, ugye, akiket be kell vonultatni egy nagyon jó mesébe. Tehát királylányok, királyfi, sárkányok, boszorkányok. A másik meg az, hogy tetszettek a szavak talán. Tehát, ami ezekkel a világokkal jöhet. Mikor kerültél te a széksorok közül a színpadra? Hát, ezek a... Szerintem minden ilyenkorú gyerek, mint amilyen én vagyok, így megtapasztalja azt, hogy milyen a szavalóverseny. Tehát teljesen biztos, hogy mindenki legalább egy szavalóversenyen volt. Na, nekem kiárt a jobból, én elég sok szavalóversenyen voltam. Nyertél is? Nyertem is, aztán volt egy nagyon csúfos bukásom, és utána megint egy úgymond felemelkedés, aztán utána egy rálegyintés. Azt hiszem, hogy pont a favoritommal, a Petőfivel, hát így nagyon érzékeny állapotomban voltam, és az elvitte egy ilyen túlzói előadásba a verset, és éreztem, hogy pont ez a nagy érzés energia, vagy energiák, amik így megmozdultak bennem, azok nem teszik lehetővé, hogy végigvigyem ezt a meccset. Ez lehet, hogy Petőfi maga is bele akadt ebbe, nem? És akkor az hogy fordult színházba ez a dolog? Középiskolás voltam már jócskán, amikor így hallottam, hogy egy rendező keres roma szereplőket az előadásához. És mert így, és hogy fizet is ért, ez egy nagyon lényeges dolog. És hát ugye azért dolgozni kellett a pénz, meg hasonló, és gondoltam, hogy hát színházban még mindig jobb lenni, mint mondjuk, nem tudom. Bármilyen pult mögött. Bár pult mögött, vagy pontosan, bár különben én soha nem csináltam ilyet, tehát nem tudom, hogy effektív a munkáról, különben miért ezek a képek mozdulnak meg bennem, hogyha a munkáról beszélek. Elmentem, rögtön fel is vett, és onnantól kezdve mondhatni a főszerepeket, azokat én játszottam nála, mármint a férfi főszerepeket. És aztán volt azt hiszem egy ilyen fél éves szünet, amikor így lehetett látni, hogy ennyi volt a Holt Színház, én eljöttem onnan, és akkor a Fodor Tamás hívott, tehát a stúdiókába. Uh-huh. És akkor itt voltam azt hiszem közel 4 évet. A Fodor mellett. Tehát akik először hírből rólad hallhattak, azok viszont a József Attila előadásodra emlékeznek, mint első ilyen megugrás. Hát ezt nyilván azért is hívhatják megugrásnak, mert hogy ő, ugye ez egy rendezés. Ez egy monodráma volt, ez a József Attila előadás, aminek a hátterében egy filmperget folyamatosan. Ezt megelőzte egy forgatókönyvnek a megírása, azt én írtam a forgatókönyvet segítséggel a Forgács Andrással. Igazából a forgatókönyv az egy szövegkönyv volt, aminek majd el kell hangzania itt az előadás egész alatt.
De ugye azt tudtuk, hogy mindig is filmet akartunk mögé álmodni, mert nem tudtam volna elképzelni, hogy más szereplők is így beléphetnének a színpadtérbe, ahol én vagyok. Ez egy folyamatos belső ami beszéd. Ami zajlik, amiatt volt ez kizárva? Vagy mi igen, igen, és úgy gondolom, hogy egy másik színészhez való viszonyulás ezt a megélési folyamatot megnehezítette volna. A verseid? Minden kezdő költő valakihez viszonyul. Valaki úgymond kiválaszt a halott nagyságok közül egy példaképet, egy mestert. Mit tudom, én nagy holdat láttam az égen, apám kocsizott velem régen, nem tudom. Tehát, hogy valami ilyesmit így elkezd írni az ember, és akkor azt mondják, hogy fiam, hát ez Adis. Ez Adis. Te szereted Adit, ugye? Élő mestered van? Élő mester? Képzeld el, morbid, de az is meghalt. Egy ideig élt Petri Györgyöt, én nagyon-nagyon szerettem, és szerettem is a mai napig, és is iszonyat sokat is szoktam tőle idézni, néha csak gegeket, mondatokat, hogy mit tudom, amikor egy párkapcsolatra például, hogy látok egy párkapcsolatot, és látom, hogy már megy szét, mert a pasi már kacsingat kifele a kapcsolatból, és akkor erre azt tudom mondani, hogy lócsolócső a házmester kezében. Ez a Casanova kihúnyó öntudatából az utolsó sor, a mellesleg különben az egész két sor. Nőkékben töltöttem perceket, locsolócső egy házmester kezében. Az előfordul, hogy a színészekből rendezők lesznek, de nálad ez elég hamar bekövetkezett. Ez talán azért lehet, mert hogy én nem tartottam magamat színésznek soha. Én szerintem nálam azért vannak emberek, akik sokkal elhivatottabban játszanak, és akarnak is játszani. Gondoltad, amikor téged rendeztek, hogy jaj, ha most magam, az én kezemben lenne a marsalbot? Ez a rendezés, nagyon jó érzés különben, hogy az ember kezében van a mikrofon. Főleg ez ilyen esküvői partikon nagyon jó, amikor halálhamis hangod van, de tudod, hogy most te fogsz három számot lenyomni karaokéba. És akármit csináltok, és én vagyok kihangosítva. Igen, én vagyok kihangosítva, és ti meg most meg fogjátok hallgatni. Amikor te rendezed, te milyen vagy? Ó, hát én ezt honnan tudjam. Idegesítő vagyok szerintem. Idegesítő hisztis, ezt mondták, pedig nagyon szeretnék egy hűvös nyugalommal rendelkező rendezővé válni, de nem hiszem, hogy ez nekem megadatik a temperamentumomból és a személyiségemből kiindulva. A művészi alkotáson kívül is vannak olyan problémák, amire erős érzelmi hullámmal reagálsz? Hát nem ez a szakma hívja elő belőlem a hisztit, ez teljesen biztos. Tehát a hiszti az van. Az amúgy is van. Igen, egy eléggé nyugtalan típus tudok lenni, és néha teljesen furcsa a dolgokon tudom felhúzni magamat, mondjuk, hogy nem találok zoknit, vagy valaki nem akar viszont szeretni. Nem lenne szabad odaadnom azokat az aktákat. Gyakorlatilag soha nem adjuk ki a kezünkből. Valami oknál fogva titkosak. Persze előfordulnak kivételek, mint például most is, ugye? A háztetőn az a jelenet készült, amikor is megkapja az aktákat, a gyerekkori aktákat a főhős, és kijön a tetőre, hogy ott tud a legtökéletesebben egyedül lenni. Maga a filmforgatás az neked könnyen ment? Az lenne a gyanús, ha túl könnyen ment volna. Nem, egyáltalán nem ment könnyen, nagyon-nagyon nehéz volt. Igaz. Voltak jelenetek, amik így nagyon nem akartak menni. Tehát így se technikailag nem akart összejönni a dolog, se a színész, és ilyenkor könnyen lehet, hogy egy rendezőn túli dolgok összessége miatt nem sikerül a jelenet, mégis ugye a rendező a saját magát okolja elsősorban, hogy nem sikerült ezt se technikailag, se rendezőileg összehozni. Sok ilyen jelenet volt, gyanítom, hogy előfordul egy pár ilyen, amúgy különben máshol is. Gyakran fordul elő, amikor veled beszélgetnek, hogy témába kerül az, hogy nevelő otthonban nőttél föl, és hogy ez a kizárólagos motorja a művészetednek? Hál' Isten, ilyen összefüggésben... Azt is kérdezem, ezzel nem fész a skatujától. Ilyen összefüggésben hál' Isten nem szoktak erről beszélni, tehát ezt most hallom először, hogy kizárólagos motorja a művészetednek. Nem. Ha csak egy ilyenre lehet levezetni azt, hogy te ki vagy és mi vagy, és miért vagy úgymond művész, bár nem feltétlenül szeretem ezt a szót,
akkor azt úgy gondolom, hogy az baj. Tehát, hogy nem csak ebből kell. Ez egy komplexebb, összetettebb dolog. Második világháború után a magyar gyermekvédelmi rendszerre az volt jellemző, hogy kialakultak az úgynevezett gyermekvárosok, és a nevelőszülői ellátást kicsit ez háttérbe szorította. Ez tulajdonképpen szovjet mintára átvett történet. Majd a 90-es évek elejétől, amikor a gyermekvédelmi törvény megalkotása lett a fő feladata a gyermekvédelmi szakmának, elindult a gyermekotthoni fejlesztés. Elsősorban lakásotthonokat hoztak létre. A lakásotthon olyan gyermekotthon, amely maximum 12 gyermeket láthat el, és általában családi házakban működnek, különböző településeken, városokban, de kis településeken, falvakban is. Ezáltal próbálják meg ezt az ellátási formát a társadalomba integrálni, mert korábban ezek a nagy intézmények, ezek meglehetősen szegregált elhelyezést jelentettek. Tehát például olyan kastélyokban, amelyek a falu szélén vagy az erdőben, tehát távol a településektől helyezkedtek el, a lakásotthonok viszont a településeken helyezkednek el, a gyerekek azokból az iskolákba járnak, amelyek a településen működnek, hogy ezáltal is az integrációjukat próbáljuk segíteni. Korábbi nevelőotthoni rendszerben igyekeztek elkülöníteni az életkor szerint a gyerekeket. Ennek következtében, hogyha testvérek közötti életkori határok átlépték ezt, akkor esetlegesen előfordult az, hogy nem egy gyermekotthon vagy nevelőotthonba helyezték el őket. Ugyanakkor 97. november 1-e óta az egyik kitüntetett feladata az a gyermekvédelmi rendszernek, hogy igyekezzen a testvéreket együtt elhelyezni. Körülbelül 200 ezer gyereket tekintenek veszélyeztetettnek Magyarországon 2004-2005-ös adatok alapján. Ehhez képest a gyermekvédelmi szakellátásban körülbelül 16 ezer gyermek nevelkedik. És tudod, mint gondolkozom még? Hogy mennyire vettek téged komolyan? De a stáb engem hogyan vett? Pontosan komolyan? Igen. Voltak természetesen, voltak hierarchia arcok, voltak olyanok is, hogy azt mondták, hogy vagy éreztették, hogy te ezt nem tudod, vagy hasonló, de óhatatlanul is az ember belekeveredik ilyen harcokba és ilyen meccsekre. Ezeket meg kell vívni, és remélhetőleg a film érdekében, tehát nem a te ego, nem az én egomról van itt szó, bár az is egy eléggé hangsúlyos és domináns dolog, de ha nem vívom meg, és nincs ez az érzetem, hogy joggal és én győztem, akkor nincs meg az a történet, amiről én tudok beszélni. A filmedet nézve viszont van benne egy ilyen lassú tempóütés, mint egy Tarbéla, tehát többször említette el, hogy a Szász János. Van egy bizonyos fajta vontatottsága annak, ahogy kifejlik a cselekmény. Egy más tempójú dolog ez, mint egy pörgőváros, vagy akármi. Ez valahol benned rejtőzik, vagy ez így sikerült? Én nagyon örülök annak, hogy ezt te észrevetted, ugyanis most képzeld el, hogy a civil emberként ugyanezzel a lassúsággal és lassú városi érzettel lennék, akkor még most is a filmet csinálnám. Kicsi a hely. Ez egy szorongós lift. Igen. A kis hely agressziót szül. Menjünk föl. Menjünk ki. Az alatt mit értesz, hogy vonzódsz a szögletes formákhoz? Hát úgy, hogy egy szögletes forma azért viszonylag egy tiszta teret feltételez. Most a tisztaság alatt a geometriai formákat értem. Aha. És egy ilyen tiszta térben egyedül hagyni egy embert az állapotaival, valahogy sokkal jobban tudok figyelni arra, hogy ő kicsoda és micsoda. Jobban tudsz figyelni, nem? Aha. És téged nem nyomasztanak, mondjuk egy hosszú folyosó vagy a szögletes? Dehogy nem, de valójában ez is a városnak a része. Hát igen. Tehát a város része az, hogy tervezett utcák vannak, tervezett városi lakóegységek. Most értem ezt ugye a paneleket. Igen. Tehát ahol egy csomó életet úgymond begyömösszön. Te laktál panelban már? Én különben igen. És az hasonló negatív érzéseim voltak a... És mindig neki megyek, hogy... Tehát negatív hangulatokat fogalmaztam meg magamnak, de egyszer-kétszer volt egy ilyen... Így jó lesz. Egy kis romantikája is, tehát lakótelepi romantikája. Nem is tudom, hogy
Hogy kéne ezt mondanom? Hát ez biztos csak a jó dolgok, amik ott történtek veled, azok. Igen, meg szerelmek, meg ilyenek. Az első lakótelepek Budapesten az 50-es években épültek, akkor még Szálinbaros stílusban. Ilyen a például a Lágymányosi lakótelep ott a Buda és Kálával szemben. És ugye a 60-as évek elején döntöttek arról, hogy ezt a technikát korszerűsíteni kell, és akkor vettek Budapesten egy dán, illetve három szovjet házgyárat, és akkor kezdték el a 60-as évek második felében a lakótelepek, paneles lakótelepek építését. Hát ezek a lakótelepek elméletileg 100 évre épültek, pontosabban 100 évig tartanak, 30 évre épültek, és úgy is tervezték őket, hogy majd, hogyha fejlettebb szocialista ország leszünk, akkor ezeket lebontjuk és szebbeket építünk helyettük, legalábbis ez volt a terv. A valóság az az, hogy most 30 év után kezdenek előteljesen elhasználódni, tehát egy alapos renoválás rájuk férne ezekre. Aztán, hogy mi lesz belőlük a későbbében, azt nem lehet tudni, hiszen a lakótelepet Magyarországon még nem bontottak le. Még korábban a lakótelepekre való költözés, amíg az állam a fűtést dotálta, amíg az állam a lakbéreket dotálta, addig gyakorlatilag kiváltságként szerepelt, át a lakótelepek túlnyomó többségében. Ez a kiváltság az a 90-es évek elején megszűnt. Felemelkedtek a fűtésszámlák, a közös költségszámlák, a lakbérek, ugye a lakásokat privatizálták, a lakásoknak a fenntartásának a terhei azok a lakókra hárultak. Ennek következtében a lakótelep erősen negatív megközelítést kapott társadalomban. Hát a közeg az elég rideg és elidegenítő, tehát amint az ember egy lakótelepen látja, általában minden kockás, azt is látja, hogy a színekben sincsen túl nagy tobzódás, tehát ez főleg a magyarországi lakótelepekre jellemzőek, hogy a beton szürkét meghagyták, illetve az is látszik, hogy esztétikailag nem törekedtek valami különleges élmény létrehozására. És milyen volt a gyerekkorod? Mennyire ilyen telekben nőttél föl? Hát kb. Azt hiszem, hogy ezekkel a formákkal lehetett itt találkozni. Ezekkel a szögletes formákkal. Hát ugyanilyen panelelemekből épített nagy Sztálin barok volt, vagy barak. Hányan laktatok egy szobában? Hú, hát 18-20. Barátságok szövődtek ott, amíg tartanak a mai napig? Nem. Hogy kell elképzelni ott a barátságot? Más, mint egyébként? Hát úgy, mint hogy általában kívül minden gyerekbarátságot vagy gyerekszerelmet el lehet képzelni. De ahogy ugye ezek a helyszínek megszűnnek egy ember életében, tehát ezek az életterek, valamiképpen nem biztos, hogy magával viszi a barátait is. És milyenek voltak ott az ünnepségek? Tradicionális ünnepek, ugye, mint a húsvét, a karácsony, a télapó, ezek megvoltak ünnepelve nálunk is, de így, és ez egy nagyon, hát persze minden gyerek életében fontosak ezek a csilingelő, nagy ajándékokat hozó ünnepek, de a család érzete, mint olyan, talán valami csoportszellemet éreztem akkor, nem családszellemet vagy szellemiséget, hanem csoportszellemet. Néha meglátok például egy tuli piros nejlomba csomagolt Mikulás csomagot, és akkor valami íz, valami hangulat, valami illat így befelidőződik bennem, és akkor így újra ott vagyok. Azok talán azok voltak a legminimálisabb stresszeket hozó pillanatok abban az intézményben, ahol felnőttem. És nagy ajándékokat is kaptatok? Nem kimondottan, de mi számított ajándéknak? Én például elég gyakran kaptam könyvet, de én ezt jeleztem is, hogy én nekem könyvek kellenek. Elsősorban egyszer emlékszem, hogy kaptam egy műanyag pisztolyt, amitől teljesen kiborultam. Miért? Hát mert nem pisztoly kellett volna. Már akkor is pacifista voltál? Nem, azért, mert először is nálam sokkal vagányabban tudták a társaim használni, még a játékpisztolyt is, meg ilyesmi. Tehát, hogy azért, hogy én ott bénázzak, az úgy nem... Kiengedünk valakit, bocsánat. Sziasztok! Hello. Két dolog érdekel, hogy te láttad-e az igazi anyukádat, és a nevelanyukádról meg semmit sem tudok még. Mondjuk kezdjük az elsővel. Te találkoztál a valódi szüleiddel? Hát a gyerekkori emléképeim vannak, amikor bekerülhettem. Uh-huh. Találkoztam egyszer velük a szüleimmel, a nevelőotthonban meglátogattak minket, és hát egy ilyen hosszú folyosón, mint ahol végigcipeltük ezt a tévét, kellett végigmenni, és a folyosó végén volt a porta, uh-huh. Ilyen üvegkalitka, és ott vártak engem, hogy a szüleim, és megfogadtak.
és én második osztályos lehettem. Örültél? Igazából furcsa volt, és nagyon izgultam, és talán még egy picit féltem, és nem tudnám ezt így nagyon pontosan elmondani, hogy mit éreztem. És hát így ugye a hasonszörű gyerekek is rohangáltak a folyosón, sokan, nem is egy, nem, jó, tehát egy pár annyi rohangáltak, és az egyik gyereket, aki véletlenül pont így mellettem elsont, és rohant a porta felé, így felkapta az anyám, és akkor így elkezdte puszilgatni, hogy drága kisfiam, és nem tudom, micsoda, és én meg így megfordultam, és mondtam, hogy akkor ez ennyi volt. De kis gyönyörűség. Igen. Itt forgatunk egy pár percig még, és aztán pedig elmegyünk. Szia! És nevelő anyukád? Nevelő... De mikor találkoztál? Anyukámmal. Ez neki majd vicces lesz, hogyha ezt így meghallja. Miért? Egyébként milyen? Egyébként nem a nevelő anyám. Egyébként ilyen értelemben, vagy ilyen nevelőszülői kötöttség nincsen kettőnk között, hisz se a nevére nem, de sem a Gyiviből nem kért ki. Egyszerűen találkoztunk, amikor én hetedikes voltam egy táborban, amit Nagykanizsán ők szerveztek, de az ország összes nevelőotthonából meghívtak egy-két gyereket, vagy így valami hasonló lehetett. És ott ismerkedtem meg a Forrai Katalinnal, és onnantól kezdve ő, hát azt mondanám, hogy így kiválasztott magának, tehát hogy így valamire nyilván emlékeztettem, vagy valami hasonló, és mint ahogy én is elkezdtem hozzá ragaszkodni, meg az András bácsihoz, a férjéhez. És így az évek alatt, amíg én ugye Balatonberényben voltam, amik folyamatosan látogattak meg, levelet írtak, telefonáltak, és amikor a középiskolát kellett intézni, hogy hova menjünk tovább tanulni, vagy menjek, akkor ők segítettek. De jó tanuló voltál egyébként? Nem, nagyon rossz tanuló voltam. Többek közt mondjuk kettes magatartással voltam, amivel nem nagyon szeretnek középiskolába felvenni embereket. Igen. Bentlakásos intézmény volt, ami annyit jelentett, hogy az iskola is bent volt az intézetben. Aha. Most innentől kezdve azt el lehet képzelni, hogy ott akár egy ötös is mit jelenthetett. Hát nem azt, amit egy ötös jelent. Tehát én azokkal hiába voltam például jó irodalomból. Iszonyat rossz volt a helyesírásom például. Mai napig is egy-két szórványaiban őrzöm ezt a... A helyesírási problémákat? Helyesírási problémákat. Ó, hát én nem csak szorványi van. Kezdve csokolom, pardon, csak egy pár perces forog a film, aztán utána el is megyünk. Még egy dolgot kell megtudnom rólad. Csak attól félek, hogy túl általánosan teszem fel a kérdést. Szóval benned milyen szinten jelentkezik, ha ez megfogalmazható, ha nem, akkor küldj el a sonyúba, és akkor hagyjuk ezt a kérdést, hogy tehát maga a roma identitás. Először is ez egy tény, biológiai tény, és innentől kezdve az én dolgom volt évek alatt, meg lesz is egész életemben, hogy ezt folyamatosan, hogy is mondjam, tudjam kezelni, tudjam nem kezelni, ez is egy rossz szó, hanem hogy együtt éljek vele, és egyáltalán, ha néha eszembe jut, akkor nekem például olyan dolgok jutnak eszembe, hogy irodalom, tehát a roma versek, a képzőművészeti alkotások, a nyelv, a kulturális hozadéka elsősorban. Nem volt soha kérdés, tehát én teljesen tudtam azt, hogy igen, én cigány vagyok. Sok mindent azért erre a származási tényre nem szeretnék bízni, tehát se a művészetemet nem ezzel akarom magyarázni, se az első filmemnek a mondani valóját nem ezzel akarom magyarázni, mert nem az a tény csinálta ezt a filmet, vagy készítette elő belőlem, vagy bennem, hogy én roma lennék. Ez, ennek olyan értelemben nincsen egy látható és kézzelfogható nyoma se a filmben, se bennem. Tehát, hogy ez egy önműködő dolog volt olyan értelemben, ahogy az alkotás egy önműködő dolog, hogyha már elkezd az ember alkotni. Ki a kedvenc költőd? Petri. Petri György. Ki a kedvenc filmrendeződ? Scorsese. Mi a kedvenc időtöltésed? Olvasás, mondjuk. Filmkészítés, az is egy jó dolog. Mi a kedvenc könyved? Mester és Margaréta. Uh-huh. Ki a kedvenc zeneszerző? Philip Glass. Melyik a kedvenc ünneped?
Nézzük csak. A fegyveres erők napja.